December 21-ét élünk, és a faluház előtt állunk, ahol a Krisna hívők 4. óbudai családi karácsonyi ételosztó akciója zajlik. A Krisna hívők adventi programsorozatának az egyik fénypontja az, amikor a 3. kerületi rászorulóknak meleg ételt, illetve egy több mint 20 féle élelmiszer tartalmazó csomagot ajándékozunk, ami egy nagyon hosszú önkormányzat és egyház közötti együttműködésnek a gyümölcseként jött létre. 2010-ben tartottuk az első óbudai karácsonyi ajándékoztó programot, akkor még csak 300-an álltak sorba. Most a családsegítő családgondozói összesen 800 embert hívtak ide a helyszínre, és itt a meleg étel mellett, ami a mai ebédjük lesz majd, egy nagyon gazdag élelmiszercsomagot kapnak, mely tartós élelmiszerek mellett gyümölcsöket és az ünnephez kapcsolódóan egészséges nasolnivalókat is tartalmaz. A kerületi önkormányzattal, illetve az önkormányzat szerveivel régóta nagyon gördülékenyen együttműködünk. Több kerületben is zajlik ilyen szociális program, de úgy érezzük, hogy ennek a kerületnek a képviselő testületének a támogatását élvezzük. Ami abban is megnyilvánul, hogy az ételosztó programunkra Búzs Balázs polgármester úr is személyesen eljött, és megtisztelt minket a jelenlétével. Személyesen szolgálja fel az ételt a kerületi rászorulóknak. Jelen van emellett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is. A miniszter úr mellett Mencer Erzsébet országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével ezt a különleges alkalmat, illetve a kerületi családsegítőnek több munkatársa, valamint egy sátorból a szintén kerületi alapítású Összefogás Óbudáért Egyesület ajándékokat oszt a kerületi családoknak. A Krisna hívők karácsonyi programsorozata keretében összesen 32 tonna tartós élelmiszert, illetve több mint 6000 adag meleg ételt osztanak szét, nem csak Budapesten, hanem vidéki városokban, akár Pécset, Debrecenben, Egerben vagy Miskolcon is. Ezúton is szeretnénk minden kerületi, illetve magyar embernek az ünnepek alkalmából nagyon sok boldogságot kívánni, egy sikeres új esztendőt az egész egyházunk a Krisna hívők nevében. Góranga! Az Összefogás Óbudáért Egyesület már 2 helyszínen, a Békásmegyeri Közösségi Házban és a Kaszásgyülői Kulturális Központban oszt tanítási napokon rászoruló gyermekeknek reggelit és 10 órait. Idén először sikerült megvalósítanunk azt a régi tervünket, hogy karácsony alkalmából 4 mázsa szaloncukrot osztunk szét rászoruló családok részére. Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!